Mi ez a borzalom rajtad? Ilyen ruhában gyászolod az édesapádat? A nőegyeti hölgyek a lelkemre kötötték, hogy ezt magyarázzam el, mert nem vett rám jó fényt. De az utolsó küldeményben a misszió számára nem volt semmilyen fekete holmi, csak ez a ruha. Néhányan a hölgyek közül felajánlották, hogy vesznek nekem fekete ruhát, meg kalapot, de a többiek leszavazták, mert a szőnyeg a templomba sokkal. Jaj, Polly néni, most már az a fontos, hogy itt vagyok nálad. Olyan boldog vagyok, hogy van saját nagynéném a nőegyeti hölgyek helyett. Nagy sikerrel mutatták be a Vajk-sziget általános iskola színjátszói Eleanor Potter az Életjátéka című zenés darabját. A művet az iskolában már többször bemutatták, most azonban a kerület többi tanintézményét hívták meg a Rózsa Művelődési Házba. Feltétel nélküli szeretetről szól, és ez azért ezeknek a gyerekeknek is ad valamit. Én nagyon örülök, hogy nagyon sok szülő eljött, az, hogy ennyi iskolából eljöttek ide, és több intézményvezető megtiszteli ezt az előadást azzal, hogy megtekinti, és remélem, hogy jó hírünket viszik tovább. Az Életjátéka több iskolában kötelező olvasmány, többek között ezért mutatták be a darabot az iskola falain kívül is. Főhős egy árva kislány, Polly Anna, aki mindig mindenben csak a jót keresi, és erre másokat is megtanít, végül még szigorú nagynénje szívét is sikerül meglágyítania. Az előadásokban 5. osztálytól vesznek részt a diákok, a főbb szerepeket a 8-osok alakítják. Jaj, de örülök! Borzasztóan örülök, hogy látom! Milyen kedves, hogy kijött elém az állomásra! Úgy reméltem, hogy itt lesz! Ez egy tavalyi darab, ezt tavaly kezdtük el, csak más szereplőkkel, és most újra előadjuk, csak egy néhány változással. És igazából ezt most csak egy hónapja kezdtük el újra megtanulni, új szereplőket betanítani. Egy árva kislányról van szó, akit örökbe fogad a nagynénje, és hát boldogságot visz az emberek életébe. És hát erről szól így az egész darab. A Vajk-sziget általános iskolában a színészkedés már 7 éves hagyomány, a karácsonyi ünnepre készülnek az ős bemutatókkal. A szövegkönyv, a dramaturgia, a zene és a dalszöveg is önálló munka eredménye. A gyerekek a bemutatót megelőző 3-4 héten tanítás előtt reggel próbálnak. Az iskola több fesztiválra is nevezi majd a darabot.